azt szeretném valahogy átvinni, hogy ha valakinek vezetői ambíciói vannak, akkor tisztában kell lennie, hogy hogyan működik a média. Abban biztos vagyok, hogy abban igazam van, hogy az üzenet az, hogy ellenségesnek nem szabad kell, hogy legyünk. Azt nem mondom, hogy szeretni kell, de világos, hogy egy jó vezetőnek használni kell tudni. A fiúk itt filozofáltak azon, hogy ki a vezető, meg ki a médium, és akkor én ugye médiaügynökség ember vagyok, struktúrákban gondolkozom, Excelben elég jó vagyok, ugyanezt coaching keretében én is be tudok vállalni, és akkor egy ilyen rendszerbe betettem magamnak, hogy amíg valaki mondjuk kisfőnöknek számít, tehát egy részleget vezet, vagy fejlesztő mérnök, tehát valahol egy olyan vezető, ami már vezetőnek számít, mert embernek tartoznak alá, de még az alacsonyabb vezetői szinten van, akkor nagyjából az elvárások vele szemben úgy néznek ki, amit fölírtam, hogy a legnagyobb elvárási szempont, hogy ő baromival legyen szakmailag, világos, hogy kell vezetői képességekkel rendelkezni, meg nem árt, ha megvan a kapcsolata a saját szintjén hasonló vezetőkkel, tehát van egy ilyen szociális hálója, és ha valaki nagy főnök szeretne lenni, akkor az én filozófiám vagy logikám szerint ez totálisan megfordul. Minél inkább nagy vezető, vagyis nagyobb csapatot, nagyobb szervezetet vezet, vagy éppen a ti logikátok szerint nagyobb befolyással bír dolgokra, annál inkább előtérbe kerül az, hogy ő mennyire ismert, egyrészt számosságban, meg miként és mert mennyire tudja a szociális hálóját működtetni, és ehhez pedig egy bizonyos szint felett mindenképpen médiátorokra, médiára van szükség. Tehát akkor, ha valakinek ilyen ambíciói vannak, és akkor azt mondom, agilis vezető, akkor tisztában kell lenni azzal, hogy ő rá ilyen értelemben van elsősorban szükség. A network építési és a mondjuk így a szociális hálójának a működtetési szempontjából van rá szükség, és igazából ez az én mai prezentációmnak az agendája, olyan vezetőkre van szüksége szervezeteknek, ez lehet cég, jótékony szervezet, kormány, bármi, akik értik, hogy hogyan működik a média, tudják, hogy ő ezt miként tudja használni, egyrészt arra, hogy információkat szerezzen, másrészt arra, hogy információkat közvetítsen a networkjeink keresztül. Tudják, hogy mi mit ér. Tehát ezt viszonylag kevesen tudják, hogy mit hányan olvasnak meg. Mindenki inkább csak azt tudja, hogy amit ő néz és megoszt esetleg valakivel, arra hányan reagálnak, hogy hányan látták még a baráti köréből. Ehhez képest én ma hozok azért objektív mutatókat is. És hát nagyon fontos látni azt már most, hogy milyen irányba fejlődnek a dolgok. Szoktam mondani, hogy a trendet a T betűnél érdemes elkapni, nem pedig a D betűnél. Ugye van egy ilyen, szintén struktúrába teszem, van egy ilyen körívem, hogy a sikeres média az olyan információkat árul, amire van fizetőképes kereslet. Az információt ugye én tágabb értelműnek gondolom, mint mondjuk tartalom, műsor, termék. Tehát egyszerűen ez az, ami a mai logikában működik. Ha van ilyen terméke, műsora, információja, akkor létre vagy teszt, hogy mondják, egy szert tesz egy olyan vevőkörre, amely a célcsoportja ezeknek, olyan fizetőképes hirdetőknek, akik egyébként reklámbevételt biztosítanak a médiának, mert ebből a reklámbevételekből tudja finanszírozni az információ beszerzését, a tartalom előállítását, a stb. Vagyis nagyon fontos teljesen tisztában lenni vele, hogy itt pénzről van szó, itt információkat kell vásárolni, előállítani, tartalmat kell gyártani. Vannak majd még az egy fél mondatot, szeretnék reagálni, amit Péter mondott, de azért én azt súlykolom mindenkinek, hogy leszámítva a nagyon-nagyon alapítványi, vagy tényleg nagyon közszolgálati alapokon működő médiaeszközöket, minden média a piacról él, ugyanolyan elvárásoknak kell megfelelniük az ott dolgozóknak, mint ahol önök dolgoznak, profit elvárás van, EBITDA van, KPI-ok vannak, és stb. És persze az igaz, hogy van e fölött is egy réteg, mert a legsikeresebb médiák összetudják hangolni
azt a valahol egy küldetéstudatot, szakmai kihívásokat, hogy még akkor is hozzák az EBITDA mutatókat, hogyha egyébként jó terméket állítanak elő. És mivel a munkamegosztás szerint én most szeretnék mutatókat, számokat mutatni, egy picit ezt a médiát átkeresztelem, és akkor én most a reklám oldaláról, tehát nem PR, nem újságírás, nem sajtó munka oldaláról, hanem a reklám oldaláról szeretnék pár információt megosztani önökkel. Csináltam pár évvel ezelőtt egy ilyen koordinátorrendszert, amiben bejelöltem, hogy abból, hogy mit lehet egy médián, hogyan tudnak reklámok megjeleníteni, az image-építés szempontjából ellentétes nyílon a promóciós hatás szempontjából, és a másik tengelyen pedig, hogy mennyi információ tud átmenni azon a médiaeszközön keresztül, illetve mennyire képes vizualizálni, és akkor nagyon egyszerű, ezekbe behelyezem a különböző médiákat, világos, hogy a tévé nagyon erős. Ugye azt szokták mondani, főleg egy nagy elismertségű, erős márkát is megtestesítő tévében megjelennek reklámüzenetek, hogy maga a tévének az imázsa is hozzájárul azoknak a termékeknek az imázsához, amiket ott hirdetnek, és világos, hogy nagyon erős vizualizációs képessége van, meg tudja mutatni nem pusztán a terméket működés közben a televízió, hogyha reklámozni akarunk, hanem nagyon fontos, megmutatja a használóit is, ugye a márkaépítésnek egy fontos funkciója, hogy bemutatja azokat az embereket, akik azt az autót vezetik, kutyakaját eszik, és milyen boldogan a fülüket lobálva szaladgálnak ugye a tévészpotban. A kábel is van megjelenítő képessége, éppen a túl sok reklám miatt ez a fajta imázsépítő képesség egy picit már csorbul, ugye, sok megjelenés. A rádiónál nincs vizualizáció, de nem teljesen nullán vagyunk, hiszen a pszichológusok a megmondhatói, hogy a rádióreklámban, ahogyha az jól van elkészítve, vizuális ingerek keletkeznek a hallgatókban, és egyébként inkább promócióra használják legalábbis Magyarországon. A sajtónak az információ közvetítés erőssége sokkal több szöveget bele lehet írni, mint egy 30 másodperces reklámba. Persze azt úgy kell megírni, hogy végig is olvassák, és egyébként alkalmas imázsépítésre, promóció támogatásra egyaránt, meg van még egy nagyon fontos funkciója, biztos önök is tudják, ablakot lehet tisztítani, meg ha elázott a cipőnk, akkor azzal kitömve hamarabb kiszárad, mint hogyha nem tömtük volna ki vele. Még jó, hogy a Varga Zoli nem jött el az egyik legnagyobb kiadónak a vezetője, most kaptánk. Én nem biztos, hogy kapnék, mert ugye az ügynökségi pénzeket nem veszélyezteti, de lehet, hogy aki mosolygott, azt kapná emiatt. A plakát inkább vizuális megjelenítés, az információ közvetítő képessége kevés. Egy mondjuk az átlagos óriás plakát Magyarországon durván 3 másodpercig van olyan pozitúrában, hogy ott el lehessen olvasni, ami rajta van, ami 3 másodpercnél több dekódolást igényel, az nem működik. Az internetet valahova a közepébe kell helyezni ennek, mert mindegyikre alkalmas, ráadásul olyan sokfajta internet van, és akkor beépítek egy további dimenziót, és akkor, hogy mi kihez jut el, mennyiben tömegmédia, és mennyire lehet pontosan célozni, teljesen világos a televízió tömegmédia, nem lehet pontosan célozni, ha ebben lehet célozni, de igazából nagy a meddőszórás, tehát nagyon sokan, sokféle emberek nézik akár ugyanazt a műsort is. A kábel kevésbé ér el, ma már ugye a nagy kábel csatornáknak a technikai hozzáférése megvan, kicsit pontosabban lehet célozni, mondjuk például tematikus csatornáknak a használatával. A plakát egyértelműen tömegmédia, lehet célozni, de nem ez a jellemzője, tehát nem pontos célzásra, habár az ügynökségek szoktak a marketinges lakásával szembe kihelyezni egyébként plakátokat. A sajtó egyre kevésbé tömegmédia, erre majd mutatok konkrét számokat, és nagyon pontosan lehet célozni, még akár lapon belül is, ma már ugye lapon belül is vannak mérések. A rádió is egyre kevésbé tömegmédia, sajnos Magyarországon kevésbé vannak tematikus rádiók, majdnem minden rádió, kereskedelmi rádiók ugyanarra a célcsoportra céloznak. Az internet pedig erre is, meg arra is jó, ugye majd valamikor a előadásom végére azért eljutok arra, hogy akár névre, címre, telefonszámra is lehet célozni általa, és hát egyértelműen ugye tömegmédia. Itt egy nagy mintán végzett kutatás, ezt a Millward Brand gyártja, most már nem tudom, korábban TGI-nak hívták,
ugye ez 14 ezer ember megkérdezése. Itt ezzel lehet egy picit száfolni azokat, hogy ki néz tévét, meg nem tudom, ki olvas újságot. Nem tudom, mennyire látszanak a 2009-től 2014-ig vannak fönt ezek az oszlopok. Az internetnél látszik a legegyértelműen a térnyerése. A tévé nagyon flat, de a tévé a legerősebb média, amelyik a legtöbb emberhez eljut. A felnőtt lakosság 100%-a ott, ugye, ami a top lenne. Nagyon-nagyon kevesen vannak, akikhez a tévé nem jut el. És a többi csatornánál egy ilyen enyhe, de folyamatosan jelenlévő elvándorlás van, kihalás van. Nem olyan erősen, mint amilyen erősen az internet tör előre. Erre szokták mondani a szakemberek, magunk is ezt kutatjuk és ezt valljuk, hogy ez a kettősség sokáig velünk fog még élni. Nem tudom, hogy mennyire tudják azt is, hogy Magyarország a világon az egyik legtöbbet tévét néző országa. Európában folyamatosan első, második, harmadik helyen vagyunk, de még világméretekben is egyedül az Egyesült Államok, ott is inkább a déli államok azok, amelyik megelőznek bennünket. Ez ráadásul úgy néz ki, hogy télen, télen, amikor rossz idő van, akkor többet nézünk tévét, itt most a hónapokat látjuk, nyáron meg kevesebbet, és látszik, hogy a 2008-al összevetve még növekedés is tapasztalható. Ez több oka van, oda összefoglalták a kollégáim, hiszen a válság hatására is kevesbé mozdultak ki az emberek, inkább otthon maradtak, tévét néztek, és egyértelműen a kínálat, a választéknak a növekedése, a tévé előtt töltött órák vagy percek számának a növekedését hozta magával. Ma már az átlag háztartásban, nem tudom, 30-40 kábelcsatorna van bevezetve, és szinte nincs olyan háztartás, ahol ne lenne egyébként televízió. Ezt nagyon nehéz lesz a távolabb ülőknek megmutatni, pedig szintén fontosnak tartom. Ez egy átlagos nap, ugye éjszaka vagy hajnali, nem tudom, 2 órától éjszaka, 1 óráig vagy 2 óráig. A kollégáim az augusztusi hónap átlagát foglalták össze, és kicsit nagyobb betűvel próbáltam odaírni. Ugye látszik, hogy reggeli órákban van ugyan némi kiugrás, de egyébként ez egyébként a TV2 reggeli műsora, többi csatornának nem nagyon van reggeli műsora, ami kifejezetten egy reggeli szakaszt fókuszálna, és akkor a délutáni, késő délutáni órákban kezdődik el a nézettség növekedése, és akkor, nem tudom, este 6, 6:30, 7-től kezdődően tömegek jelennek meg. Ezért ez a médium, a televízió az esti órákban rendkívül alkalmas arra, hogy bárki politikai szervezetektől a cégek a kereskedelmi üzeneteikkel elérjenek ténylegesen nagy tömegeket. Látszik azért a vezető szerep, és ráadásul még külön is választottuk, ma már az RTL Klub, az RTL 3 is ugye 3 csatornát jelent, de ugye mértani pontossággal egy időben jelennek meg a reklámok rajta. Ráadásul összecsomagolt egy bonyolult rendszerbe, hogy az RTL főcsatornával együtt is közösen használjuk a reklámokat. A második legnagyobb szereplő a számos, ide fel vannak sorolva, 31-nehány csatornát tartalmazó Etmedia nevű ugye kábelcsatornákból áll, és csak azután következik a TV2, és hát a közszolgálati csatornáknak a legerősebbjikét betettem, azok ott látszik, hogy a nagyon alacsony sávban vannak. Ezt tudni kell. Kicsit kiegyenlítettem a verseny hétvégén, nem sorolom végig most az egyes csatornákat, gondolom a szervezők valamilyen formában elérhetővé teszik önöknek ezeket a csártokat. Szeretnék viszont beszélni egy picit, hogy hogyan változnak meg a dolgok. Régen ilyen, amikor... Régen, amikor az ember pénteken hazament a munkából, megette a vacsoráját, leült a televízió elé, mert jött a Dallas, én mondjuk kevésbé vagyok tévés, kivittem a kutyát, gazdagléttel laktunk, egyformán villogtak az ablakokban a fények, az egész lakótelep a Dallas nézte, és akkor legközelebb hétfőn, amikor a munkahelyen találkoztak, megosztották az információkat egymással, posztolták a cetliket, a üzeneteket, a köpkádőt, a körbelinket. Ez a klasszikus média időszak
ez lineáris volt, amit úgy értünk, hogy valahonnan egy központból egy időben eljut a sok fogyasztóhoz, annyi fogyasztóhoz, amennyi ezt csak eltérjük a tartalom, és hát egyébként analóg, ezt ugye valamennyien ismerjük. A világ ugye megváltozott, a médiafogyasztási szokások nagyon-nagyon gyorsan átalakultak, és szeretném jelenteni, hogy ez egyébként nem egy lezárt folyamat, hanem folyamatosan egyre tovább alakul, majd még egy-két kitekintést a jövőbe szeretnék mutatni. Ennek az egyik legjellemzőbbje egy idegen szó a fragmentizáció, ami ugye széttöredettséget jelent. Ez egyrészt jelenti azt is, hogy nem egy csatorna van, vagy annak idején, mikor a Dallas ment, akkor két csatorna volt Magyarországon, mellesleg hétfőn aztán még nem is adott mindegyik, vagy volt olyan időszak, amikor egyik sem. Most ugye Magyarországon mintegy 100 magyar nyelvű televíziócsatorna működik, de ez minden másra is igaz, számos lap van, szakmai lapok, ugye az internet önmagában véve egy nagyon fragmentált hordozó, információhordozó. Igazából nagyon kevés, vagy csökken a lineáris tartalom aránya. A lineáris, ugye megegyeztünk benne, hogy egy központból sugározzák, és akkor egy időben folytatják. Vannak kivételek, ilyenek a háborúk, menekültek érkeznek, és akkor többet nézik az emberek a híradót, sportesemények, olimpiai megnyitó, akkor a világ lineárisan fogyasztja ugyanazt a tartalmat, amit a közvetítő társaság megnyert és sugároz. De egyébként nem lineáris, és egyre kevesebb a lineáris tartalom, és nagyon erősen közösségi módon történik, hiszen ott ül mondjuk az illusztrált család, és bármit látnak, azonnal osztják meg Twitteren, vagy kommentálják a Facebookon, vagy bármilyen módon ők is bekapcsolódnak ebbe, létrejön egyébként egy interakció, ami én ugye a reklám oldaláról állok itt, ami nagyon fontos, mert hogyha van interakció, akkor a bevonódása is erősebb a fogyasztóknak, és akkor egyébként a reklámra is jobban reagálnak. Azt lehet mondani, hogy amíg régen a hagyományos média modellben volt ugyan egy menü, amit a menzán lehetett választani, itt a példán grizes tésztát, szárnyas risottót, valamint csontlevest, az új világban a svéd asztalok garmadája áll rendelkezésre, bármit, bármikor fogyaszthatunk, éjszaka is kimehetünk nassolni, ha hajnalban van kedvünk, pezsgőt, nem tudom, lazackaviát, enni, stb. És ráadásul egyre több a svéd asztalon az a fogyasztani való, amit a hozzám hasonló mások készítettek, mint egy batyubálban, ugye fölteszik a saját tartalmukat, a kis kutyusról a cuki videót, és a, nem tudom, a kislánya, hogy hintázik a kertben, és ugye milliók fogyasztják, hogyha valami miatt ez aktuálissá válik számukra. Ugye ez, hogy kik fogyasztják nagyobb arányban a non-lineáris tartalmat, kikhez jut el leginkább a legtöbb csatornát a fragmentált információ, ez nem mindegy. Hiszen Magyarországon azt tudjuk mondani, ez szintén egy nagy mintás kutatás, a digitális érettséget vizsgáljuk, hogy ha a teljes felnőtt lakosságot nézzük, tehát a nagyon időseket is belevesszük, akkor a digitálisan érettenek az majdnem a kétharmada, és akik érettek vagy nyitottak, azok csak az egyharmadát képviselik, de egyébként ahogy lejjebb megyünk korban, vagy följebb megyünk jövedelemben, az arányok megváltoznak, és az igazából fizetőképes fogyasztók, vagy éppen a döntéshozók számára fontos multiplikátor fogyasztóknál, meg szinte teljesen magas digitális érettséget találunk. Itt is azt kell mindig mondani, hogy a kettősség sokáig velünk fog élni, sokáig szükség lesz lineáris műsorokra azoknak a háziasszonyoknak, akik alapvetően megszokták, hogy az estéjüket a tévé előtt töltik a heverőn, és egyébként ő egyre kevésbé lehet utolérni azokat a fogyasztókat, lakosokat, a népet, akik pedig a mobiljukat kattogtatva szerzik leginkább az információkat. Az, hogy hogyan néz ki, hogy melyik médiát hogyan fogyasztják, először egy indexben szeretném bemutatni, ugye minél inkább 100-hoz közel van, a 100-as érték itt látszik, annál, tehát akkor az az átlagos, és minél jellemzőbb, minél magasabb a 100-nál, annál inkább jellemző, a digitális érettek az a
piros vonal, és látszik, hogy alapvetően az internet moziba többet járnak, mert hogy fiatalabbak, meg egyébként aktívabbak az átlagnál, közteleti médiafogyasztásuk sokkal magasabb. Ez is egy ilyen régi félreértés volt még a internetos origós világból, hogy a geekek, a számítógépes geekek azok otthon ülnek, és akkor ők elveszítik a kapcsolatok a világgal. Pont fordítva van, minden kutatás azt támasztja alá, hogy az inkább digitálisan éretteknek sokkal szélesebb a társadalmi kapcsolatrendszere, a valós is, és egyébként a társadalmi aktivitása is elmászkálnak, programokra járnak, stb. Ha számokban mutatjuk meg, akkor persze megváltozik a helyzet. Itten millió fő, tehát ugye 2 millió, tehát 1000-rel kell beszorozni a számokat, és azért látszik, hogy a legnagyobb elérés a változaton a televíziónak és rádiónak van, és ehhez képest mondjuk az internetnek kevesebb az elérése totál lakosságra számítva. Ez egy kicsit hasonlít arra az ábrára, amik egy napi rendet, tehát hajnali óráktól késő éjszakai óráig történik, csak itt nem a televíziót mutatjuk, hanem azt, hogy a többi médiát mikor fogyasztják inkább. Láthatóan a rádiózás inkább a reggeli délelőtti időszak, és a tévézés és az internet pedig inkább valahol még az esti órákban nő meg. A napilap magazin fogyasztás egy alacsonyabb szinten van, és ha az egész napra valahogy így szétterül, és akkor itt azért van egy fontos pont, hogy itt a tévé és az internet mennyiben jelent konkurenciát. Ugye itt van szó képernyők harcáról, hogy hány képernyő van, stb. Mi nekünk egy kicsit más a véleményünk, nem a képernyő a fontos, egyre kevésbé, hiszen olyan programozott reklámrendszereket működtetünk, hogy átjárás is van ugye az internet, televízás, stb. Között, hanem az üzenet, a tartalom, amit fogyasztanak, azt éppen hol fogyasztják, az a lényeg. A szervezőkkel megállapodtam, hogy egy picit többet beszélek a mobilról, mert egy picit úgy érzem, hogy elhanyagoltak, sok szó van a közösségi médiáról, az előttem szólók érintették is. Ugye ez itt egy durva változás, és nagyon gyorsan jött. Az okostelefon egyébként nem telefon, tehát ezt is érdemes tisztázni. A telefont így használjuk, ugye az okostelefont így, ugye Hongkongban már az utcán külön sávot alakítottak ki a járdán azoknak, akik így mennek a készülékükkel. Nagyon megváltoztatja igazából a teljes életünket, párkapcsolatainkat, a fogyasztásunkat, és egyébként kifogyott az elem a készülékből. Kérem, nyomjunk egyet előre, menjünk. Mehet előre egyet, kérem. Ezzel nem megy. Elakadt a prezi? Na gyorsan össze tudom foglalni, kíséret nélkül is egyébként, ugyanezt tudom lovon is és trapézon is. A mobil teljesen az életünk része lett. Ugye folyamatosan velünk van, és a személyes eszközünk. Ezért egyre inkább használható, felhasználhatják üzenetek eljuttatására. Nem csak arra gondolok, hogy a SMS küldenek, hogy maradjon az autójába, mert hogy vagy szálljon át a másikba, hogyha kifogyott a benzin, hanem az is, kikapcsoljuk, jó, mert kifogyott az időm is, hanem arról van szó, hogy mivel ennek az eszköznek a segítségével, ha én ezt engedélyezem, könnyen beazonosíthatók az én érdekeim, igényeim, szokásaim, ezért teljesen személyre szabott üzeneteket kaphatok, leparkolok valahol, ahol szoktam, és egyébként beazonosítható vagyok, mert a Facebookon posztolni szoktam borral kapcsolatos témákat, akkor simán kaphatok egy üzenetet, hogy egy sarokra ott van egy borszaküzlet, ahol a vár. És én, aki amúgy reklámkerülő volnék, lehet, hogy örülni fogok ennek az üzenetnek, mert éppen valahova baráti társaságban megyek, és vennék egy üveg bort. Csak egy egyszerű példa, nagyon... Tehát az eszköz nagyon könnyen átalakul olyan, nem tudom, fegyverré, amit ellenünk használhatnak, de én jobban hiszek abban, hogy a pozitív tulajdonságokat fogják ezt a kommunikációra kihasználni. Egy anekdótával zárnám, ha már ideig eljutottunk. Nagyon régi anekdóta, azt kérdezi a viccben, hogy mi a különbség a szovjet aktuárius meg az amerikai aktuárius között.
az aktuárius ugye az a biztosítási statisztikus, biztosítási matematikus, a amerikai aktuárius tökéletesen ki tudja számolni, hogy a következő évben hányan fognak meghalni az Egyesült Államokban, milyen kor nem szerinti összetételben, esetleg milyen földrajzi eloszlásban. A szovjet aktuárius ugyanazt tudja névvel, címmel, telefonszámmal együtt. Na most a mobillal eljuthatunk idáig is. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.